Egy 3 literes edényt félig töltünk vízzel. Hozzáadunk 2 teáskanál sót, kevés olajat, és felforraljuk. A forrásban lévő vízhez hozzáadjuk a tésztát, és közepes lángon kifőzzük. A megfőtt tésztát hideg vízzel leöblítjük, és lecsepegtetjük. A húst megmossuk, megtisztítjuk, és felkockázzuk. A felaprított hagymát olajon megtiszteljük. Hozzáadjuk a húst, fehéredésig közepes lángon pároljuk. Belevágjuk a paprikákat és a paradicsomot. Levesszük a tűzről, hozzáadunk 4 teáskanál piros paprikát, 2 teáskanál sót, és 2 gereszt fokhagymát. Felengedjük fél liter vízzel, közepes lángon, lefedve, körülbelül 45 perc alatt, néha megkevergetve puhára főzzük.